nagyon sokféle zajban van részünk, és ez csak egy a legalább 60 zajforrásából a Samsungnak. Van ez a suhogó magas, és van egy mély moraj, amelyik még a talajon keresztül is tudhatni az emberi szervezetre. A harmadik Gödi akkumulátorgyár felépítése, valamint az akkumulátorgyárak szabályozatlansága ellen tartott demonstrációt több környezetvédelmi civil szervezet Gödön. A rendezvényen több százan vettek részt. Ami személyesen leginkább érint engem, az a gyárnak a zaja. Nagyon fáradt vagyok, napközben van olyan, mert ugye egyszerűen felkelek éjszaka. Engem még nem is annyira zavar, de a szüleim ugye a ház másik részében laknak, és ők szinte egész éjszaka nem tudnak aludni. A Gödért Egyesület invitálására az ország számos pontjáról érkeztek ide civilek. Több akkumulátorgyár károsult település is képviseltette magát, köztük Győr-Szent Iván, Tata és Mikepércs is. Ez a szövetség ez kialakulóban van, és erre mindenképpen szükség is van, hiszen önmagában egy-egy település talán nem tud elérni sokat, de ha ezek a települések összefognak és közös munkába kezdenek, és ezt a közös munkát és a közös hangot felelősítik, akkor annak lesz eredménye. Győriek vagyunk benne, komáromi érintettek, gödiek, Fótról. Én egyrészt tataiként is fontosnak tartom azt, hogy kiálljunk az ilyen beruházások ellen, vagy legalább annyit el lehessen érni, hogy ezek a beruházások szabályosan működjenek. Másrészt van, hogy tudom, a Kisvízes Élmények Szövetségének alelnökeként mindenképpen fontosnak tartom Magyarország vízkészletének megőrzését. Az ország akkumulátoripari stratégiájával érintett települései elhatározták, hogy nem fogják magukat hagyni, és szövetséget alkotnak. Innentől nem fogjuk olcsón adni a bőrünket, és azt üzenjük kivált a nézőknek, akik online követik ezt az eseményt, hogy ha ők azt hiszik, hogy velük ugyanez nem történhet meg, ami Gördeli Báncsával, Komárommal, stb. Megtörténhet, nagyon-nagyon tévednek. Tudjátok, hányszor kaptam én meg azt, hogy ez már úgyis eldőlt, Ildikó, itt a fejed tetejére is állhatsz. Nem dőlt el. Még mindig nincs tatán szálloda. Úgyhogy hajrá, Gödiek! Hajrá azok az emberek, akik most nincsenek itt! Hajrá szerte az országból! Gyerünk, és legközelebb legyetek itt! Legyetek itt mindannyian, mert az a mi földünk, a mi vízünk, a mi levegőnk, a mi gyerekeink jövője és a mi egészségünk! Nem kell több gyár! Nem kell több gyár! Nem kell több gyár! A rendezvény végén egy petíciót nyújtottak át a Samsung gyár képviselőjének. Emellett meghívtak több kormányzati szereplőt is, ők azonban nem tisztelték meg a gödieket a jelenlétükkel. A petíciónkban azt kérjük a Samsung gyártól, hogy tartsa be a jogszabályokat. Mi arra kérjük a magyar hatóságokat, hogy igenis tartassák be a magyar törvényeket. Ne csak a magyar emberekkel, hanem az idehívott külföldi multinacionális vállalatokkal. Szeretnénk, hogyha a gyár betartaná tűzvédelmi erőírásokat, szeretnénk, hogyha nem jutnának ki szennyező anyagok se a levegőbe, se a talajba. Eddig ugye kéréseket fogalmaztunk meg, csak sajnos a kérésünkre nem voltak válaszok. És ezért fogalmaztuk meg követelés formájában azt a petíciót, amit át szeretnék adni önnek. A petíciót Paplanos Péter vette át, aki a Samsung kommunikációs igazgatója. Sajnos döntéshozók, felelős vezetők nem jöttek el a Samsung részéről, de nagyon örülünk neki, hogy legalább valakit elküldtek. Tehát azt gondolom, hogy azért ez bizonyos fokú bátorságra val. Készítettünk egy petíciót a magyar kormánynak is, meghívtuk Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminisztert, illetve Tuzson Bencét, aki a mi országgyűlési képviselőnk. Természetesen ők nem, hogy nem jöttek el, hanem nem nagyon méltattak válaszra sem minket. Úgyhogy ahhoz fordultunk, akihez tudtunk. De volt itt több országgyűlési képviselő a Párbeszédtől, lehet más a politikától. Őket megkértük, hogy vigyék el a petíciónkat a magyar parlamentbe.
felelős mindenki, aki szemet hunyt, hogy milyen körülmények között húz hasznot magának egy koreai gyár, akit nem kényszerítenek rá, hogy a jogszabályokat betartsa, hogy a környezetét ne rombolva, károsítva működjön. Felelős a lakosság, aki nem hallatja eddigi a szavát, nem tiltakozik eléggé. Felelős a gödi önkormányzat, aki csak saját hatalmával foglalkozik, s nem az általa képviselt lakosság érdekeivel. De a legnagyobb felelősség a Fidesz kormány, legfőképpen Orbán Viktor vállát nyomja, aki hiába értesül az állampolgárok tiltakozásairól, tűzön-vízen keresztül viszi akaratát, és ennek hirdeti, hogy akkumulátor maszatlanul leszünk.